ne hívjon föl valaki, amikor a vízilabda válogatott olimpiai aranyérmet vesz át. Ne hívjon fel akkor a csávom, és ne sértődjön meg, hogy én nem vagyok akkor elérhető. Hogyha ez neki szakítási indok, akkor viszont látása. És nyilván ez nem egy ilyen jól hangzó valami, mert ez megtörtént eset. A főnököm volt Albert nevű katalán fickó, aki azt mondta, hogy ő még életében egy Barca meccset nem hagyott ki. Egy meccsen, amikor a fia született, de akkor kiment a másik félidőre. De itt van két jegy. Kiment a másik félidőre? Az én vagyok. Én a szülőszobáról kimennék a második félidőre. A Torres ügy az egyébként nem azért fájt, mert eligazolt, hanem ahogy eligazolt, hogy az utolsó pillanatig azt lebegtette, hogy természetesen bejelenti a, nem tudom, évfélkor még az átigazolási időszaknak, és akkor, nem tudom, fél óra múlva ki volt egy videó, hogy nagy csapatban szeretnék játszani. Na, keresztanyú azt mondta, idézem, hogy terelt bennünket be nyaraláskor, hogy menjünk most már befelé, mert mindjárt kezdődik a meccs, és ha az ég a földdel összecsókolózik, mi itt akkor is meccset fogunk nézni.